évről évre ugyanazt, ugyanolyan módon megpróbálni csinálni, ez egy idő után, akárhogy is nézzük, ez kiégéshez vezet. Általában a múltat próbáljuk így felgöngyölni, meg a jövőt építeni. Ezt receptre kéne felírni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek pozitívak. Nekem mindig nagyon fontos volt egész életem során az önfejlesztés, az önmagunk megismerése, a világ megismerése, maga az a szemlélet, hogy ahogy kint, úgy bent, az, hogy amilyen vagyok, úgy hatok a világra és fordítva. Harminc éves HR vezetői múlttal rendelkezem, tehát az elmúlt 30 évben én felnőttekkel foglalkoztam, de ez mindenféle korosztály, és főleg a mostani helyzetben én úgy gondolom, hogy a stressz, azok a reakciók, azok az ingerek, amik minket érnek, meg az a rengeteg információ, ami nap mint nap, pillanatról pillanatra ér minket, ezeket kezelni kell. És ugye vannak válságok, vannak olyan helyzetek, amelyek akár a munka, akár a családi életben mindenkit érnek. Ezeket nem lehet félretenni, tehát a stressz az mindenkit ér, de hogy ezt hogyan kezeljük, na erre tartunk ma egy kicsi foglalkozást. Az elmúlt két évben, most már negyed évente egyszer egy ilyen csapatépítő tréning keretében, akkor kikapcsolódunk a napi mókuskerékből, és mindig egy adott témához kapcsolódva próbáljuk magunkat fejleszteni, legyen ez egy hatékony időgazdálkodás, a stressznek a megfelelő kezelése, vagy különböző hatékony kommunikációs technikák alkalmazása. De azt én mindig fontosnak tartom, hogy ez egy kicsit ilyen kötetlenebb és lazább formában, hogy ne egy ugyanolyan szigorú munkanap legyen ez a kollégáknak, mint amilyen az irodai munkavégzés. Igazán a célunk a foglalkozással az, hogy kicsit felnyissuk a szemüket. Tehát nem gyógyszert, megoldásokat fogunk adni nekik, ami egyik napról a másikra már működni fognak, hanem például az én előadásomnak a címe az, hogy a stressz a fejben van, a fejünkben létezik. Tehát hogyan tudjuk a gondolatainkat, a hozzáállásunkat egyfajta nyitottsággal, meg átalakult gondolatokkal kezelni. És én ezt abszolút, de tapasztaltam is, illetve hiszek benne mindezek által, és ezt szeretném nekik átadni. Egy olyan területet is bevonunk, amit egyébként az orvostudomány is, tehát a pszichológia is, akik stresszes helyzetekkel és stresszben lévő emberekkel, akik már ugye hosszú távú stresszben éltek, tehát olyan helyzetekben vannak, a pszichológusok is a kezelésük mellett a kineziológiát is javasolják, úgyhogy a napnak az egyik részében lesz kineziológiáról is foglalkozás, de az sokkal gyakorlatorientáltabb, tehát hogy mi is az a kineziológia, meg fogják érteni, és aztán kicsit ki is tudják próbálni. Így az ember kapkodja a fejét, hogy oké, akkor én mit is akarok? Mi az, amiben én jó lehetnék? Mi az, amiben én nem is csak, hogy sikeres, de boldog lehetnék, mert jól csinálom. Úgyhogy ennek a rengeteg lehetőségnek, ebben a rengeteg lehetőségben van most a nehézség megtalálni azt, ami igazán boldoggá tesz bennünket. Viszont ezért van még inkább jelentősége annak, hogy megismerjük önmagunkat. Nálunk mindig olyan kis közösségek, csapatok jönnek össze, hogy valahogy a konklúzió mindig az, hogy de jó, hogy így összetalálkoztunk, és de jó, hogy hú, ti is így gondoljátok, mi is így gondoljuk, és ezekkel a gondolatokkal nem vagyunk egyedül a világban, vagy egyre többen vagyunk, akik hasonlóképpen, és valami értékteremtő dolgot szeretnénk átadni.